December 13-a. Ez a nap Balázs Barbara harmadik gyermekének, Lucának volt a tervezett születési dátuma. November 1-én viszont fenekestül felfordult a család élete. A 30 éves Barbaránál jelentkeztek a koronavírusra utaló első tünetek. Aztán egyszer csak megjelent már a köhögés, egyre nehezebben kaptam levegőt, közben aztán néztük pulzoximéterrel a véroxigén szintemet is itthon, és azon is láttuk, hogy egyre romlanak az értékek, és közben folyamatosan kontaktáltunk ugye nőgyógyásszal, házi orvossal, és a 6. nap reggelén döntöttek úgy, hogy most már menjünk be a kórházba, mert minden jel arra mutatott, hogy ez sehogy sincs rendben. Otthon pulzoximéterrel figyelték az édesanya véroxigén szintjét, de az értékek csak romlottak. Nem lehetett tovább várni, november 9-én Barbara kórházba került. A kecskeméti orvosok úgy döntöttek, hogy megcsászározzák az édesanyát, csak így növekedhettek Barbara és születendő gyermekének, Lucának túlélési esélyei. November 11-én az édesanya átesett a műtéten, amely rendben zajlott, azonban Barbara állapota tovább romlott. November 12-én lélegeztetőgépre került. Mivel a koronavírus okozta károsodás, a kismama mindkét tüdejét teljes mértékben érintette. A gépi lélegeztetés igazából az a manőver, amely alapvetően átveszi a tüdő funkcióját. A célunk ezzel a tüdő pihentetése és időt adni a szervezetnek, hogy meggyógyuljon a tüdő károsodását kiváltó okból. Az orvosok speciális kezelésként alkalmazták a hasra fordított lélegeztetést is, amely növelte a gázcsere minőségét. Ez a technika egészítette ki az egész eljárást, amelynek köszönhetően sikerült átvészelni a kritikus időszakot. Az édesanyja fiatal szervezete győzött. Lassan javultak az értékek, majd 9 lélegeztetőgépen eltöltött nap után Barbarát levették a műszerről, és november 21-én felébresztették. Az orvosok úgy döntöttek, hogy találkozhat a lányával, így nem csak a testi, hanem a lelki javulása is rohamosan növekedett. A történtek nagyon megviselték Barbarát. De ez még sok idő lesz, mire ez teljesen helyre kerül. Főleg az a része nehéz, hogy egy kicsit nagyon sokáig nem láttam, és hogy igazából neki kimaradt az első 2 hét az életéből, amit közösen kellett volna töltenünk, akárhogy nézem, és ez pótolhatatlan. November 30-án aztán, 19 nappal a szülés után, édesanya és kislánya hazatérhettek. Otthon már várta őket Barbara férje, Balázs Dávid, és 2 másik gyermekük. Dr. Fülep Zoltán az eset kapcsán kijelentette, hogy számukra sikersztorinak számít minden beteg, aki gyógyultan távozik a kórházból. Mint fogalmazott, nem titok, a mi munkánk, főleg itt az intenzíven, az elmúlt hónapokban nem csak a sikerekről szól. Ám ez az eset kiemelhető, mivel egy édesanya és gyermeke egymásra találhatott. Egy fiatal család élete szerencsére nem ért véget, sőt, újra elkezdődhetett. A történetről bővebben a híres.hu oldalon is olvashatnak.